A MÁV Volán csoport közös rendezvényén mindenki megtalálta a számára legizgalmasabb elfoglaltságot. A rendezvény az országban három helyszínen kerül megrendezésre, de a regisztrált családok jellemzően a Nyíregyházi Múzeumfaluban vannak a legnagyobb létszámban jelen. Gabányi Ferenctől megtudtuk, a szervezés már áprilisban elkezdődött. Ez a 73. juliális, és valóban a mai napon Szolnokon és Dombóváron is megrendezésre kerül a juliális, az ottani eseményeket is vasutasok és volános munkavállalók és családtagjaik látogatják. Mi, hogyha a Nyíregyházi vasutasnapról beszélünk, minden esetben a Múzeumfaluban gondolkodunk, mert ennél a tökéletesebb rendezvényhelyszínt nem tudunk találni. Hagyományosan itt valósítjuk meg a mi rendezvényünket, belakjuk a mai napon az egész Múzeumfalut, a portákat, a különböző tereket, és természetesen a falu központot is, ahol a színpadi produkciók zajlanak. Egy olyan családi nap ez, ahol mindenki érintett. A munkatársak nem csak egymás közt vannak, mint a mindennapokban, hanem családjaikkal együtt szórakozhatnak. Krucina Vince elnök vezérigazgató úgy fogalmazott, ezek a rendezvények szükségesek ahhoz, hogy a dolgozók kiszakadhassanak a mindennapi munkaskerékből. Abból izgalmas a mostani rendezvény, ez a rendezvényt a MÁV már közel 75 éve megrendezi, de ez első olyan év, ahol a volán dolgozók is csatlakoznak ehhez a szervezethez. De fontos azt megemlíteni, hogy ez nem valaminek, nem egy új kezdet, hanem inkább a folytatása, hisz a MÁV volán az 1927-ben már együtt volt, együtt dolgoztak, úgy, mint lányvállalatok, úgy, mint holding, akkor is a munkatársak egy cégcsoporthoz tartoztak, és maga az, ami elindult 2014-5-ben és 2020-21-ben csúcsosodott ki, hogy a vállalat egyesült, tehát MÁV Volán egy cégcsoportra került. Ugye a Covid miatt nem nagyon lehetett megrendezni ilyen nagy rendezvényeket, az emberek összejöhettek, a napi munkából kicsit kiszakadhattak, együtt örülhettek, megismerhetik egymást, erősíthetik egymásba az elhivatottságot, a csapatszellemet. Úgyhogy összességben nem történik más most, mint ami 1927-ben elkezdődött, egy csodálatos folytatása a két szétcsoportnak. Felnőtt és gyermekprogramok is akadtak bőven. Koncertek, buborékok, bűvész és retro busz simogató is várta az érdeklődőket. A főzőverseny eredményhirdetése után tomboló közönség fogadta Pataki Attilát, azt követően pedig a Vidám Manók húzták az apróbb talpakalávalót.